Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentesz lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Pofáncsapó! Üdvözlök mindenkit! Ez itt az igazi Dopman TV adása, benne a Doperatív és a törzs főnöke, Laci Király. Laci Király, ne felejtsétek el! kérek mindenkit, hogy iratkozom fel az igazi Dopman YouTube csatornájára, lájkolja, diszlájkolja, illetve kommentelje annak a tartalmait ízlése vagy ízléstelensége szerint. De mindenféleképp ossza meg, és nyomjon rá a kis harangra, hogy tudja, ha új tartalom jön, akkor megnézheti. Mindjárt megvan a 30 ezer darab feliratkozóm az igazi Dopmen tévén. Aki a Facebookon követ, az Subscribe gombra nyomja rá. Ez feliratkozás, azonnal jelesz, hogyha itt lennék. Fönn vagyok a Twitteren, a TikTokon, a Rediten. Van különbejáratú Dop Viber maffiám a Viberen. Ez egy VIP szekció. Aztán. Hol vagyok még fenn? Az Instagramon! Na ott mindenféleképpen kövessetek be, mert az a legfontosabb. Tehát nem lehetek influencer, ha nincsen elegendő követőm az Instagramon. Oké? Okay? Támogatni is lehet a www.patron.com per az igazi Dopment TV szájton. Ha akarsz, nem elvárás, megoldom az anyagi dolgokat így is úgy is, de azért mégiscsak olyan, mintha lemezt vagy koncertjegyet vennél. Úgyhogy így lehet most hozzájárulni a szórakoztatóipar működéséhez. Te pedig, aki élő YouTube premier közben nézed ezt a videót, szuper csettel fejezheted ki a tetszésedet, ha szeretnéd. Mondom még egyszer, ez felajánlás. Tehát nem kérem, nem követelem, ha akartok, hozzátesztek a tevékenységhez, ha nem akartok, nem. A tevékenység így is, úgy is, mindenféleképpen meg fog történni. Kint van az új videoklipem Szivárványvilág címmel. Kérlek nézd meg, értelmezd a szövegét, és ha tetszik, oszd meg az ismerőseiddel, fontos kérdéseket feszeget, véleményt pedig lehet róla alkotni, így is, úgy is, amúgy is pontosan belefér, olyan szándékkal írtam, hogy megmozgassa a gondolkodó szervet, ami itt van. De ezt is, mert itt van a lényeg. Jönnek új klipek, dalok, két arccal duet, TNT dal földolgozva, bolond a kisír egy lány után. És most pedig jöjjön a mai témánk. Oltas vagy ne oltas? Ez itt a kérdés. Megint fölkavartam az állóvizet, újra közszeretet és közutálat tárgya vagyok. Tehát a héten már kiderült, hogy Dobben Fideszes, mert hogyha Orbán berúgja a gazdaságot, akkor rászavaz, emiatt köpönyek forgató, STB, STB, tehát egyszer már sikerült, ugye kiderült, hogy van zaklatom, ezzel is a sajtóba, ahogy kell, és utána tetéztem. Tehát tetéztem a dolgokat, és fölraktam a TikTokra egy videót, amiben egy ilyen rövid vicces kinyilatkoztatást tettem, hogy mit vagytok úgy befosva attól az oltástól, nézzétek meg, hogy tegnap mit vettetek a multinál meg a dohányboltba. És a dílert azt még ki is felejtettem a videóból, na gyerekek, robban a bomba. Tehát onnantól robbant a bomba, most éppen a megvadult dk és az oltás elleneseknek vagyok a célpontja. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ideje ezt a témát egy kicsit körbejárni, kifejteni, és megvizsgálni. Értitek? Az első, ami nagyon fontos, az az, hogy ahhoz, hogy értsétek, hogy én mit csinálok ezekbe a videókba, meg mit csináltam világéletembe, a zenémbe, meg a megnyilvánulásaimba, mindegy, hogy hol jártam és tartottam az úton éppen, legyen is az út akármi, az nagyon fontos, hogy az én zeném az azért volt olyan, amilyen, meg én azért mondtam mindig azt, amit akartam, mert valami tükröt mutattam a világnak. Stim. Tehát ahhoz, hogy megérthest, hogy én mit közlök a világgal, az meg kell értened azt, hogy én nem akarok koronát a fejemre. Tehát én nem vágyom arra, hogy megkoronázzatok. Semmi szükségem rá. Tehát rendbe vagyok magam, én nem akarok király lenni és megváltó se. Tehát, nem vágyom arra a pozícióra, hogy a közönségnek ez vagy az a szegmense megkoronázzon, és akkor utána engem megváltóként kikiáltson, vagy egy olyan pozícióba keverjen, hogy én vagyok az ő életének a problémájának a megoldója. Tehát mindenkinek magát kell megváltani, ez rátok vár ez a feladat. Én adhatok ebben nektek segítséget, de csak akkor, hogyha fordultok érte, éltek a kinyújtott kézzel, és tudjátok értelmezni, amit csinálok. Másképp nem tudok segíteni. Tehát megváltani mindenkinek magát kell. Ez rátok vár, de nyugi, hogyha figyeltek, akkor menni fog. Tehát tényleg, ha törekedtek, figyeltek, menni fog. Az, hogy nekem esetlegesen negatív kommentekben miket írnak, különben őszinte leszek, Unyaszót fogok használni most, és ronda a kifejezést, leszarom. Tehát amikor valakinek negatívet kommentel egy kommentelő, az a legbiztosabb jelzése annak, hogy az élete nincs rendben. Feldolgozatlan problémák tolulnak föl benne, és ezt dühött, frusztrált, és mérges mondatokban teszi a másiknak a posztja alá. Ez egész egyszerűen így működik. Ez nem azt jelenti, hogy nem lett véleményed a világról, vagy tehát azt mond mindenki, amit akar, azt gondol, amit csak szeretne. Ez a szamszára része. De például nálam ez hogy működik? Tehát én mondok véleményt mondjuk a Karácsony Gergelyről, aki ugye most a megszivatott önkormányzatiság miatt takarékoskodik, és ezért a közterületi kukákból 50 kukából 20-at visszavett, ezzel majd takarékoskodni fog, meg ritkítja a buszjáratokat, tehát 10 busz helyett 8 megy. Én mondok erről egyfajta véleményt, és akkor ugye ezt a saját platformomon megteszem. De nem megyek oda a Karácsony Gergelynek a üzenőfalára, és ott nem kezdem el szídni őt. Durván, csúnyán, rokonait, felmenőit és a többi. Nem akarom megmagyarázni neki az igazamat, magam platformján megnyilvánulok, és ez van. Kész. Tehát ez így működik. Mondom még egyszer, nem zavar, nyugodtan gyertek tehát lehet szídni mindent, csak azt fogom kimoderálni, amit tényleg annyira acsargó, meg ocsmány, amilyen nagyon indulatos felindulás, mert én egyébként imádom. Tehát imádom, és elmondom miért, mert ez az extrovertált egyéniségemet marhára kiszolgálja. Tehát amikor velem szemben pozitívan, negatívan megnyilvánultok, az a közlítek az algoritmussal, hogy ez a projekt, ez a jelenség népszerű, és emiatt még több ember elé hozza, és még több ember fog vele foglalkozni, és még több ember belenéz a tükörbe, amit tartok. És talán valamennyien tanulnak belőle, a többiek meg azt csinálnak, amit akarnak. Ez van. Tehát ezt csak így előre bocsátom, mert egy olyan jelenséggel fog foglalkozni, amit ez az utóbbi videóm kiváltott, mert gyerekek, tehát a dékások, hogy megrohantak, azt megértem, mert azt már megérdemeltem. Tehát annyit csesztettem ezt az ellenzéki koalíciót, meg a Ferit, meg a Klárit, meg a Lári Fárit, hogy ez már kiárt nekem tényleg. Nem elég, hogy fideszes lettem, a dk is bántom, tehát tényleg. De most, azok után, hogy tavasszal dr. Gödény Gyurival interjút csináltam, és nyilván próbáltam távolságtartóan megnyilvánulni a vírussal kapcsolatban, meg az oltással, meg az egész jelenségek kapcsolatban, és ugye én azért éreztettem mindig ennek a gazdasági, politikai vetületét, most humorizálni mertem. És azzal, hogy a humorba összefüggést tettem az emberek egészség tudatosságával kapcsolatban, az általuk megvásárolt, fogyasztott ételek és bódító szerek és az oltástól való félelmük között elszabadult a pokol. Elárultam a vírusszkeptikusok társaságát és az oltás ellenesek társaságát, és innentől kezdve újabb köpönyek forgatást hajtottam végre, tehát báltam, boldogkői professzor és barátai társaságok közé és követtem Majkát azon az úton, amit Majka a 60 milliós kórházi 60 millió forintos kórházi közvetítése alatt elindított, hogy az oltás az igenis hasznos én már csak áruló lehetek nem lehet viccelni gyerekek tehát egy amit észrevettem, humor náne, nem megy egész egyszerűen nem megy, sajnos Kettő, semmi mögé az emberek nem néznek, se mögé, se közé. Tehát nem néznek. Egyszerűen nincs. Nincs finom hangolás. De most ilyenkor, tehát ami nagyon fontos, amit meg kell érteni, hogyha mond valaki valamit az interneten, tök mindegy, hogy szimpatikus neked vagy de nem, ami a lényeg, ha túl nagy indulatot vált ki belőled, és túl nagy cselekvőkészséget mozdít meg, akkor valami nincs nálad rendben. Tehát érdemes egy nagyon komoly önvizsgálatot tartani, mikor így nagyon beindulsz valami miatt. Főleg ilyen oltás, meg politika, hogy a gyógycsányér vagy az orbánér, mikor ilyen nagyon nagy indulatra gerjedsz, és tényleg úgy, úgy igazi düböl gyűlölöd a karácsonyt vagy a rogánt, akkor valami gál. Tehát akkor nem ott van a probléma a politikában, hanem belül valami nem oké. Okay. Tehát érdemes egy önvizsgálatot folytatni, de hogy mi van ez az egész oltás témával, meg ez az egész koronavírus, mármint az én véleményem szerint, tehát azt is kihangsúlyozom, ez egy vélemény videó. Oké? Okay? Tehát ugye egyből jöttek, hogy oltasd be magad, te, meg majd te neked jönnek ki a hosszú távú hatások, meg stb. Tehát egy, amit szeretnék mondani, és nem vagyok oltás ellenes, megvan az összes kötelező oltásom, sőt, még HPV oltást is adattam be magamnak, bár aztán azzal kapcsolatban is kaptam információt, mikor hosszabbítatni akartam, hogy van-e értelme, vagy nincs, de mindegy. Tehát, ami a lényege, én soha nem oltattam be magam influenza ellen. Tudom, hogy a kettő nem ugyanaz a betegség, ezt elmondták a szakemberek, de mind a kettő ilyen felső légúti Tehát az a lényege, hogy nagy valószínűséggel a a kapcsolatos információim alapján nem fogom beoltatni magam koronavírus ellen sem. Ez nem azért van, mert én az oltástól rettegnék, mint hogy nem rettegek az influenza oltástól sem. Tehát nem ezért azért van, mert jó magam, úgy érzem, hogy egy, még egy fiatal ember vagyok, rengeteget sportolok, viszonylag egészségesen élek, sok mindenben tudatos vagyok, meditálok, fejlesztem magam, és azt gondolom, hogy az immunrendszerem ezzel a betegséggel, aminek a következtében az általa megfertőzött embereknek, mit tudom én, akik tünetet produkálnak, a 5-10%-a végződik be kudarcos sorsa, tehát hogy ilyen katasztrofális végeredménnyel, én nem tartozom. Természetesen, nyilván velem is végezhet ez a betegség, ugyanígy, mint bárki mással, ezt is fenntartom, de én nagyjából annyira félek a koronavírustól, mint az influenzától, vagy attól, hogy felszállok egy repülőre és lezuhan velem, kilépek az ajtón és elüt egy autó, beülök a kocsiba és vezetés közben szembe jönnek, vagy én nem figyelek oda, vagy lelőnek, stb. Tehát annyira félek a koronavírustól, és nem félek jobban tőle, mint bármi mástól. Én a létezésnek a részének tartom, ami információ róla nekem lejött, én azt gondolom, hogy ez nem egy 21. századi pest is, ez az én véleményem megint csak, hanem egy légzőszervi betegség, ami remek alkalmat és lehetőséget ad arra, hogy a világban bizonyos folyamatok végbe menjenek. Ez az én véleményem. Oltás és oltás ellenesek és stb. Tehát megint csak az én véleményem, imádjátok az küvési elméleteket sokan. Tényleg, marhára, hogy a háttérhatalmak mit csinálnak, és majd ezáltal becsippeznek, meg lemészárolják az emberiséget, az oltással, stb. Ilyen mellékhatásai lesznek, olyan mellékhatásai lesznek, a betegét tesznek, hogy a gyógyszeripar tudjon pénzt termelni. Tudom, az összeset hallottam. Tehát ezt is elmondom, nekem ez az oltások kapcsolatban ilyen félelmem nincs. Tehát én nem félek attól, hogy csippet raknának belém, és attól se félek, hogy meg akarnának ölni az át, oltás által, meg meg akarnának mérgezni, meg ez, ez az egész összeesküvés elmélet, ez így folyna. Nekem, én őszintén szóval én ebben nem hiszek, de ezt már többször elmondtam, a David ike nak a videója kapcsán is kifejtettem mert ezt egyszer, csak lehet, hogy sokan nem emlékeznek rá. Tehát én nem így gondolom, hogy ez így lenne. Szerintem senkit nem akarnak megölni az oltással, attól függetlenül, hogy ezt az oltást bizony nem tesztelték annyit, amennyit egyébként egy oltást tesztelniük kéne, és rengeteg kérdés fölvetül az oltások kapcsolatban. Nem elsősorban azzal kapcsolatban, hogy tirákosak rákosak lesztek, meg a csip majd működik-e, stb. Nem. A legnagyobb kérdés azzal kapcsolatban vetül majd föl, hogy ez az oltás a koronavírussal kapcsolatosan működik-e, vagy nem működik. A, hogy meddig véd meg? Van-e értelme beadatni, mert hosszú távú védelmet nyújt, vagy nem nyújt rendes védelmet, mennyi ideig nyújt védelmet, nem nyújt védelmet, stb. Tehát ilyen jellegű kérdések vannak. Allergiás, rohamok, bármi más, ehhez az oltáshoz, ez az oltásnál, mint bármelyik másik oltási kapcsolatban, ugyanúgy megtörténhetnek, minden oltásnak és minden gyógyszernek és minden egyes bevitt anyagnak vannak mellékhatásai. Vannak nagyon sokan, akik élvezik a kokaint, és szeretik használni. És nagyon sokuknál semmiféle mellékhatása nincsen, hanem van hatása, amit ők élvezettel tesznek. És mindig van egy-két ember, akinél akár az első csík is halálos lehet. Tehát az a lényege, hogy minden bevitt anyagnál ilyen van, de én nem. De ilyen aggodalmam ez az oltása, mint ezeknek az összeesküvés elméletes embereknek nekem nincsen. Egyet meg kell érteni viszont, és ezt föl kell fognatok, ha tetszik, ha nem. Ez az egész koronavírus műsor, amit mindannyian itt nézünk, ki kevesebb, ki több örömmel és élvezettel, hát ki tartozik a szadomazoklubba, aki nem, ez annak a kérdése, ez, gyerekek, az oltásra van felhúzva. Fogadjátok el. Ez az egész műsor semmi másról nem szól, mint a koronavírus oltásról. A oldalról, B oldalról és C oldalról is erről szól a fáma. Erről megy a beszélgetés, és kész. Itt igazából lehetne össze-vissza mi a megoldás, meg mi a válasz? Nincsenek nagy dolgok, gyerekek. Kérd meg, hogy oltási terv, meg jó a terv, vagy nem jó, meg van -e elég vakcina, vagy nincs. Az egész arról szó, hogy ezt az oltást, ha tetszik, ha nem nektek, ugyanúgy, mint a tömegkaját, meg a tömeggyógyszer, meg nem fogják kötelezővé tenni. Tehát ugye ez egy kérdést fölvet eleve a betegséggel kapcsolatban, mert hogyha ez annyira fenyegető, kötelezővé kell tenni. Egy. Teszteléseket, hogy hogy véd meg, ezt is egyszerű egyébként végrehajtani, nem bonyolult, be kell oltani egymást követően 200 az embert, és be kell rakni egy rakás koronavírusos közé. Aztán, ha megfertőződik, megvéd, ha nem fertőző, illetve nem véd, ha nem fertőződik, meg, meg megvéd. Ilyen egyszerű. Tehát le lehet ezeket tesztelni, meg végre lehet ezeket a megfejtéseket hajtani, de ugye nagyon sok itt a kérdés, de mondom még egyszer, nem az oltással kapcsolatban van nekem kérdésem, úgyhogy az hat vagy nem hat. Van, akinek hat az influenza oltás, van, rosszul lesz tőle. Egyik évben jó találják el az influenza oltást, másik évben szarabbul, ezt is mindenki tudja. Beszélnek itt az influenzaoltásról és oltási tervekről, meg minden. Majd adjunk annyiba, hogy az influenza oltások nagy része raktáron marad minden évben, mert alig oltatják be magukat vele. Itt az oltási terveken agonizálni, hogy jó-e az oltási terv, vagy nem jó az oltási terv, lesz elég vakcina, vagy nem lesz, ez is ilyen politikai kérdés, stb. Ele, Eleve egyelőre meg kéne győzni az embereket, hogy akarják magukat beoltatni, mert senki nem akarja beadatni. Úgyhogy annyira nem kell fosni, hogy nincs elég vakcina, mert nincs elég ember, aki beadatja. Tehát még az a probléma, hogy azt meg kell oldani, hogy be akarják adatni. De meg itt valaki írja a hozzászólók között, hogy kísérletezés. Sem. A kísérletezés az folyton zajlik, de ez nem ebben a formában ahogy ti a kísérletezést. Ne szólj bele, mert beszélgetésbe vagyok. Semmi beszélek a népemhez, és most ide jössz megzavarni a remekbe szabott szónoklatomat. a hogy milyen... Nagyon jól néz ki, de most hadd beszéljek tovább. Mert beszélek az embereknek. Húha, ez most baj. Na tehát, a kísérletezés nem így folyik. Szóval... Nem érdekel. Segítened kell. Nem lesz az oltástól. Segítened kell. Apa. Semmi bajotok Segítened az égatt a világ. Nem tabilán. tudok segíteni. Adjál már békét. Öt percen nincs. A ki, föl ne borítsd a gitárt. Elveszett a... Föl ne borítsd a gitárt. Nem elveszett a telefon. Figyelj! Csináld itt az ingyen közjátékokat. Ingyen cirkuszt, érted? Hát valahová bejtöttem. Na itt van. Na. De beragad. Nem érdekel. Nem tudom kizenni, meg nem emeli az agyon. Nem emelem. Szállj Léci. Na, szóval Még nincs elé. itt semmilyen kísérletezés, amitől úgy Amo paráztok, elé. meg hogy uh, mit csinálsz már, állítsd már le magadat. Na, menj ki az előadásomról. Szóval azért mondom még egyszer, nincs itt ilyen kísérletezés, nem kellett több fosni, de meg kell érteni. Ez az oltásra van kihegyezve, és ezt végbe fogják vinni, meg fogják csinálni, ha fáj, ha nem, de nem fog senki ebbe belehalni. Mert egyébként kimegyek. Kimegyek, ha nem kapcsolod le, hallod? Fannika. Direkt szórakozik velem, gyerekek. Ez az, hogy az embernek olyan lánya van, mint ő. Na. Tehát nem így megy végbe ez, amit ti gondoltok, ez a nagy összeesküvés. Semmi ilyesmiről nincsen szó. Még ha van is, akkor se. Tehát az a lényeg, hogy meg kell értenetek, hogy az emberi lény egész egyszerűen a kezdőponttól tehát onnantól kezdve, hogy kialakította a rendszerét, alapvetően rosszul alakította ki a világot. Tehát ezekben a rendszerekben, amiket működtet, legyen az parancsuralmi rendszer, legyen az kapitalizmus, teljesen mindegy. A világ jelenségeit, meg a saját maga jelenségeit, ugye fájdalom, öregség, betegség, vágy, stb. tehát ezekhez olyan kiegészítő tevékenységet kapcsolt hozzá, ami ezeket a létezéssel járó dolgokat kiszolgálja, vagy működteti, vagy hozzájuk társul, vagy rájuk épül. Tehát most lehetne ilyet is mondani, hogy azért rossz a múltiskaja, hogy megbetegedjél. Meg azért van a gyógyszergyár, hogy a betegségeden élősködjön. És azért tesznek téged, hogy a gyógyszergyár élősködhessen a betegségeden. És a fegyvereket azért gyártják hogy lehessen háború, meg ilyen, ugye ezek a... De gyerekek, gondoljatok már bele, hogy a saját ismert történetünkben előbb volt betegség, mint gyógyszergyár. Előbb volt éjség, mint étteremhálózat. Semmi. Az volt, hogy voltak bizonyos jelenségek, igények, vágyak, Mindenféle történet, ami az ember létezéséhez kapcsolódik, és ugye ezeket az ember, mivel intelligensen működő társas lény, kielégítette. És rájött, hogy ezekkel a folyamatokkal, mivel ő egy ilyen anyagi világba ment el, tehát ugye a tulajdonszerzés, a vagyon növelése, a nekem van több, az enyém a nagyobb föld és a többi, Gondolatiság mentén indult el, ezért rájött arra, hogy az embere járó jelenségeket és igényeket kiszolgálja, vagy működteti ezáltal, ezáltal még gazdagabb lesz, meg még több jut neki, meg minden. És ez a bajom egyébként az összes ilyen összeesküvési elméletessel, mert nem a teljes képet nézi. Tehát nem azért tesznek beteggé a kajával, mert beteggé akarnak tenni, hogy utána gyógyszergyárnak legyen, miért gyógyszereket gyártani, mert gyógyszert egyébként is akarna magának az ember készíteni, mert meg akar gyógyulni egy csomó betegségből, amiből meg kell gyógyulnia. Hanem az van, hogy mivel a profit köré orientálódott a világ, ezért azt akarják, hogy folyamatosan fogyasz. Tehát akkor vagy jó a világnak, hogyha egyfolytában eszel, meg egyfolytában valamit veszel. Hogy érik el, hogy te egyfolytában egyél? Ugye, ha természetes kaját ennél, akkor Jól laknál, és elég lenne. A gyümölcsízével jól laknál, a fűszermentes kajával jól laknál, megértenéd, megmaradnának az ízek neked, de jól laknál, és mennél tovább. De akkor nem vennél több kaját, akkor annyit ennél belőle, amennyi pont elég neked. De akkor meg nem tudsz eleget fogyasztani, tehát mit csinálnak? de lerakják ízfokozókkal, meg mindenféle olyan dologgal, amilyen narkotikum jellegű hatást vált ki benned, tehát ugye fogja magát a kaja, és fölrobban az íz a szádba, és kiváltja belőled azt a vágyat, hogy újra meg újra egyél fajjál. De ezek az anyagok, amiket beviszel kajálás közben, beteggé tesznek, és a betegséget azt megint, ugye meg kell oldani, és ezért a gyógyszergyárnak újabb munkát adsz. És ez gyógyszert gyárt erre. Na most ugyanez a létezésben az oltásokkal, meg minden mása. Az ember, tehát itt jöttök, mentek, utaztok a világba. Elveszük a földet, meg a területet az állatoktól, az élőlényektől, abszolút leszakadva élünk a rendszertől, és nem azért, mert olyan gonoszak vagy rosszak lennénk, így létezünk, mert mi mindig a többbe gondolkozunk. Még több, még több kell mindenből, még több. De ez, ez hiba, ez nem gonoszság, ez csak hiba. És ennek következtében találkozó dolgokkal, a kozmosznak, a mikrokozmosznak, a makrokozmosznak, találkozó jelenségeivel, találkozó a, a vírusokkal, baktériumokkal, stb. Tehát a világ az olyan, mint a pandóra szelencéje. És ennek a kapcsán ugye mindig újabb jelenségeket kell gyártani, és ezek gerjesztik egymást. És ez még hozzá kapcsoljuk, mi a pénzt, mint ami annak az egység, hogy mennyire vagy sikeres, hogy mennyit bírsz belőle birtokolni, és azok az iparágak, amik rá települnek ezekre a dolgokra, azok lehetőséget adnak, hogy több pénzt keresi rajtuk. Tehát igazából nincs ilyenfajta összeesküvés elmélet, hogy fú, de gonosz a háttérhatalom, meg a Rothschild, meg hogy az majd beteggé akar tenni, és nem kell titeket beteggé akarni tenni, meg nem kell minket erre rábeszélni, nem kell minket rábeszélni arra, hogy mi háborúzzunk, meg hogy együnk zabáljunk, meg mi magunktól ilyenek vagyunk. És az a vicces most, amit ennek kapcsán ugye világos lett előttem, hogy poénkodtam, hogy nézd meg, hogy mit vettél a múltiban, meg mit teszel nap, mint nap, mit fosol úgy az oltástól. Nincs semmi különbség. Ugyanannak a játéknak a része, hogy addig, aki azt gondolta, hogy én az oltás ellenes vagyok, az ugye megőrült, mert ő oltás csak az oltás ellenes vetületét látja a világnak, nem is lát mást, és én lettem a gonosz, az oltás párti, az oltás reklámozó. És onnantól kezdve ugyanolyan őrülettel megy, mint a másik oldalra a másik. Ugye ez a politika. Akinek nem szolgálod ki az ízlését éppen, az megveszik és ugyanúgy viselkedik, mint a másik oldalon, az ugyan érzelmű, aki belül nincs rendbe, Ja, és ugyanúgy a környezetvédők, mindenki, ami nekik tetszik, a világ működéséből, az belefér. Még akkor is, ha ugyanaz működteti, mint ami nem tetszik nekik, mert a teljes képet sose nézi meg egyik se. Tehát nem nézik meg a teljes mozit, hogy miről szól a történet, hanem mindig csak az ő olvasatába. Hú, rajtam kísérletezni akarnak. Nem akar kísérletezni rajtatok senki, mert mi magunk emberek, mi nyitogatjuk a világ olyan, mint a Pandóra szelencéje. És mi nem vagyunk alázattal sem a saját, sem a rendszer létezése iránt, mert mi azt hiszük sokan, tehát ahogy ezt mondjuk, hogy mi leszületünk a világra. Leszületünk. Honnan az égből leszületünk a világra? Nem, mi nem vagyunk a világ fölött. Mi kinövünk a világból, és utána vissza megyünk a világba bele, a világ óceányába. Mi nem vagyunk kivételes nagy sztorik ilyen módon. Csak azt hiszük magunkról, a véleményünkről is azt hiszük. És ez az, amit meg akarok nektek magyarázni, hogy ezt értsétek meg, hogy nem az a lényeg, hogy a te vagy az én kis mikro világunk az igazolást nyerjen, mert utána ezer láponton el fog bukni a történet. És ez a lényeg ennek a koronavírus is, hogy ezt a mozit így is, úgy is le fogják játszani. Lehet itt tiltakozni, meg hőbörögni, meg stb azt csinálni tőlem, nekem mindegy, én őszintén mondom még egyszer, leszarom, hogy ki mit csinál, beoltatja magát, vagy nem oltatja, engem nem érdekel. Én a maga álláspontja szerint azt tudom mondani, hogy ha azt mondanák kötelező, kötelező, csináljuk, de nem mondja senki, mert a probléma nem indukálja ezt, hogy kötelező legyen. Ha majd azt indukálja a probléma, ne féljetek, azt fogják mondani, hogy kötelező. Csak ugye nincs olyan információ a birtokukban, ami alapján ezt kötelezővé tudnák tenni. Hát a immunológusok, csomó orvos, hát bement az orvosszak szervezetes ember, aki a 20 milliót akarta kérni először, hogy nem azok, akik nem oltakoznak, és kérdezték tőle, hogy ön, mint orvos, azt mondja, hogy hosszú távon ez mit okozhat? Hát én ilyet nem tudok mondani. De itt nem a gondolnak, rosszra gondolnak elsősorban, hanem hogy igazából lehet, hogy fél évig véd. Lehet, hogy három hónapig. Nem tudják, nem volt időre kipróbálni. Bár hozzáteszem azt is, annyira fosni nem kell. Mert a koronavírust már ismeri az emberiség az 50-es, meg 40-es évek óta. És garantálom, hogy volt már olyan jellegű vakcina kísérlet, ami ezzel foglalkozott, tehát olyan sokat nem kellett hozzá nyúlni, hogy hatásos eszközt találjanak ki ezzel szembe. De azt is lehet látni, hogy ez nem az a vírus, amiben még kifogni. Tehát ez alkalmas arra, hogy ezt a fajta sztorit generálja, ami körül most folyik. olyan ez a történet, mint a lámpa ott fönt, és az emberek, meg olyanok, mint a bogarak, ami száll, akik szállnak a lámpa körül, a fény körül. De itt minden oldal, minden politikai oldal, minden véleményalkotó, mindenki ugyanarra a sztorira húzza ezt föl. Mond. Meg akartam ágyazni. Amúgy is mindjárt végzek. De megágyazok, kedves apa. Benne van a. Tudom, megcsinálom. Én. Rendes fia vagyok apámnak, holnap én fogok főzni. Teriák kicsirkét csinálok a gyereknek. Tehát az a lényeg, hogy itt az összeesküvés nem abba kell. Az összeesküvés elmélet meg fog szűnni, ha az emberek elkezdenek másképp élni. Ilyen egyszerű. És azt kell megérteni, hogy a legalsó osztályba levő embernek ugyanaz a motivációja jelen világban, mint a legfelső osztályon lévő embernek. Ugyanaz, semmi különbség. Nem találok különbséget egy DK-s vagy fidesz szélsőséges között. Aki nem tud nevetni gyerekek, meg nem érti a humort, az a baj van. Aki a véleményeket nem tudja helyén kezelni, azok a baj van. Mindegy, hogy hol áll. Teljesen mindegy. És én ezért mondom, nekem mindegy. Én nem fogom azért azt mondani az oltással kapcsolatban, amit várnak, hogy ja, én legyek a népszerű ember, meg a... Fú, de adjatok már, gyerekek, úgy fosnak attól az oltás, hogy semmi nincsen. Tud, mit tesztek meg nap, mint nap? Azt mondják, egy gyógyszer, jó, bemész a gyógyszertárba, veszel bármit, azt magadba teszed, úgy, hogy azt se tudod, mi van benne. Mivel tudod jobban, hogy mi van a mit a lenkeinek a vitaminjában, mert ő nagy vírus ellenes, vagy oltás ellenes, mivel tud jobban, hogy mi van a vitaminjában, mint mondjuk a izébe, a, ebbe a Pfizer vakció, mit tudom? egyiknél se tudod, mi van. Vagy mondok jobban a csibészeset, honnan tudod, mit hoz neked a diller vagy fingod róla? Semmi. a bőszen szívják föl az emberek. Rám, rám, hogy rá, rá, majd mondják nekik. Hát angol turisták jártak a buli negyedbe, mikor még volt ilyen, hogy buli negyed, azt az ember azt mondta neki, hogy kokain fogok adni, fölment, levakarta a vakolatot, a szaros, húgyos vakolatot, patkány fújják, be, minden, levitt, azt azt szívja magába az angol. Azon nem agodott ennyire, mint a vakcinán. Nem kezd dramatizálni. Lemegy ez a játék, aztán szépen menni fog tovább a világ, és be fog indulni a gazdaság, mert ez a rendje, mert megmondták már mit tudom én, hány éve, hogy lesz egy B-alakú válságot okozó probléma, ami aztán új lendületet fog adni a kapitalizmusnak, és menni fog tovább a kizsákmányolás, amíg az emberek ezt az életet akarják élni. Mert az emberek élik ezt az életet. Mert mindenki csak annak azt a részét kritizálja ennek a működésnek, amit ő észrevesz, és ami neki nem tetsző. És ilyen módon semmiféle minőségi változás nem produkál a másik oldalon állóhoz képest. Nekem az magyarázon, aki kezet tud nyújtani, tud beszélgetni. Aki nem tudja, hogy ő örök, az csak növelje a nézettségemet. Aznak az a feladata. Kész. Úgyhogy az első, ami a legfontosabb, az az, hogy éljetek úgy, hogy ne legyen szükségetek oltásra, csak olyanra, csak olyan oltásra legyen szükségetek, ami valóban létfontosságú. Értem. Tehát sportolj, mozog. Nézd, a Látom. Annyit tegyél, amennyi elég, Robi! se többet, se kevesebbet. Ahogy a zen Robi. mondja, amikor iszol, így áll, mikor alszol, aludj. Pihenj, fejlődj, Nem. végezz Nem. fizikai munkát, olvas, képezd magad, és legyél erős testbe és lélekbe, és gyere rá arra, hogy minden nemű betegségedért és életszituációdért, te vagy elsősorban felelős, és benned van mindennek, a gyökere onnan indul, mert a világot ha tetszik, ha nem, a búha ebbe cáfolhatatlan, az érzékszerveiden keresztül realizálod. Tehát az történik veled, amit az érzékszerveiden keresztül földolgozott információval kezdesz. Ez van, gyerekek! Na, ezt akartam elmondani, és mondom még egyszer, tehát nem kell beszarni, én mondom, én nem oltatok, de én elmondom, én annyira félek ettől a vírustól, mint egy vonatbalesettől. Kár. Hát ez az igazság. Most mit néze így? De aki egyébként idős, meg veszélyeztetett, az adassa be magának teljes nyugalommal, meg kész. Aztán, ha kötelezővé teszik majd, akkor beadatjuk mind. Ha meg nem teszik kötelezővé, lehet, hogy jövőre már azt se fogjuk tudni, hogy van ilyen oltás, meg betegség. Ennyi az egész. Nem kell a mozit túl komolyan venni. Az a lényeg. De el kell fogadni, hogy születés és halál az élet része. Nincs örök élet, és olvassátok el a világirodalmat. Jobb is, ha nem kapja meg senki, mert aki a világirodalomban az örök életét állítózott, az a végén alig győzött meghalni. Maradjunk annyiba, inkább úgy kell élni az életet, hogy minden pillanat az utolsó pillanat, és ezért a lehető legtöbb és legszebb nyomot kell hagyni a világba. Úgyhogy poszilok, Ölelek mindenkit, szép estét és hétvégét nektek, legyetek egészségesek, boldogak és jókedvűek. Mert higgyétek el, van rá okotok. Például nekem is van. ahelyett, hogy ezzel a hülye videóval töltöm az időt, vele kéne játszanom, meg a macskával, meg a kutyával. Ugye? Szerencsére nem, mert tojik rám. <laughs> Lecsapott a női kéz. Robi! Gyere ide, gyere ide, gyere, drágám, gyere ide, mutasd meg, hogy szeretsz, szeretni, szeretni, szeretni. Ki az én barátom? Ki a legjobb haverom? Ki a legjobb haverom? Ki az én legjobb barátom? Ki a legjobb barátom? Ki az, ki az, ki az én legjobb haverom? Hol a Fanni? Hol a Fanni? Fanni? Fanni hol van? Haf, Haf? Haf? Nézzétek azt a macskát. Mutasd meg az űrlényedet. Na, ma is futottam különben túl. Mennyit? Hét és fél kilométer. Holnap pedig fog futni 12-t, minimum 13-at, és jövő héten lefutom a félmaratont, úgy döntöttem. Robi, búcsúzz el! Oda nézetek. Nekem van okom a büszkeségre. De letoljom azt is. Sem a hát te vagy a legnagyobb büszkeségem. Elmondom nektek, hogy most fogunk felvételizni hova? Karinti Frigyes. Karinti Frigyes gimnáziumba, és éppen Carl Gustav Jungot olvassuk, a Mandala című könyvet. Tudsz róla mesélni valamit? Csak nézed a betűket, de nem olvasod, mi? Nem olvasod. <laughs> Jó van. Na, és a hamletet is elolvasod még addig? van nem, ilyen. De a hamletet fogod? Nem tudom. Nem de, hát, hogyha az rövid, akkor igen. Az rövid, de a Rómeos Júliát nem akarod? Nem. Az mindent elmond arról, hogy nem szabad szerelmesnek Jó, lenni. Jó, a hamletet elolvasod, de a Rómeos Júliát nagyon hosszú nekem, meg nincs időm ilyenekre. Ja, akkor holnap akkor meg kell vennünk a Hamletet a könyvbe. Hamletet? Mhm. Uh -huh. Különben tudod, lenne elég jó. Miért nem olvasod el az Iliászt? Mert anya azt mondta, hogy rossz. Az Iliász? Uh -huh. Nagyon jó, abban van az Achilleus. Örülök. A Brad Pitt játszott a filmben. És tudod, mit jelent, hogy Achilleus sarka? Hogyha azt kirúgják, meghal. Oda kapta a nyilat. Igen. Na, jó van. Olvas el valamit a buthától. Mm. Mi? A lótus sutrát. Ne, hogy olvas mert mi vagyok. <laughs> Mit mondtál a nagy tanítól? Nem internetről nem olvasunk könyvet. De az De az azért nem jó, mert, mert akkor elvonja a figyelmedet a más, is átkattint az tízbe tízszer. Igen, nem jó. Hamvas Bélát, nem akarsz olvasni? Szenzációs. De jó lesz a Hamlet, mert az rövid. És nekem minél több könyv is, hogyha több kell, akkor... Jó, oké. Okay. Na jó van, gyerekek. Puszilok mindenkit. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Kommentesz, lájkózsz, megosztasz! Kommentesz, lájkózsz, megosztasz!